Új edzővel és gyakorlatilag teljesen kicserélt játékos kerettel vágott neki a másodosztályú bajnokságnak a nyíregyházi együttes. A csapat a felsőház elérését tűzte ki célként, amitől az alapszakasz felénél jelentősen elmaradnak a cápák. 13 bajnoki mérkőzésen, 11 vereség mellett egy idegenbeli és egy hazai győzelem a nyíregyháziak mérlege. Összetettek az okok, talán kezdeném az elején ott, hogy ugye teljesen kicserélődött a keret, egy morális és szakmai válság után kellett talpra állni ugye a kiesés után, ahol mind edzőcserét, mind játékos cserét kellett eszközölni, értelemszerűen a büdzsé az harmad-negyed annyi, mint tavaly ilyenkor volt, és 10 új játékos érkezett a csapathoz, illetve új vezetedző is. Sajnos nagyon úgy indult az éve, hogy arra számítottunk, hiszen akár egy labdás vagy két labdás, de vereségekbe csúsztunk be. Gyakorlatilag az első 5-6 mérkőzésünkből 4-3 ponton belüli volt, viszont ez egy olyan morális csődöt okozott a csapatnál, hogy a mai napig nem tudtunk belőle felállni. Az elején próbálkoztunk az edzőváltással, egyelőre ideiglenesen szakmai igazgató Marin Mekmanovic látja el ezeket a feladatokat, viszont látszik, hogy a játékos keretet is meg kell erősíteni, hiszen még nincsenek olyan állapotban ezek a srácok, hogy komoly teher alatt tudjanak teljesíteni. A bajnokság második felében már egy új amerikai légiós igyekszik majd segíteni a nyíregyházi csapatot. Vajengina alapvetően, ha a számokat nézzük, nem hozott rossz teljesítményt. Ellenben történt egy családi tragédia, ami miatt kérte a szerződése felbontását. Mi ezt ebben az esetben természetesen elfogadtuk, és az utolsó mérkőzésünk után december 18-ával ő haza is utazott. Viszont ezt már tudjuk 2 hete, és egyből gondoskodtunk a pótlásáról. A mostani vezetőedzőnk már más szakmailag másként ítéli meg ezt a keretet. Mindenképpen kellett egy úgynevezett megoldó embert hoznunk, aki az utolsó másodpercekben ezeket a 1-2 pontos dolgokat el tudja dönteni, illetve tud 20-25 pontokat dobni. Bízom benne, hogy Carbell Erwin érkezésével, egy amerikai srácról van szó, aki 28 évesen már bejárta Európát és több komoly ligában játszott, tudtunk egy olyan Jolly Jokert belerakni a csapatba, aki ezeket a szoros mérkőzéseket megnyeri nekünk. Az ősz pozitívuma, hogy a kék cápák a Hepkupában bejutottak a legjobb 8 közé. Ezt láthattuk már más bajnokságok, más sporták, más csapatoknál is, hogy sokszor nagyon furcsa az idény, hiszen az egyik csapat a bajnokságban bukfencezik, illetve a kupában jól szerepel. Hát bízom benne, hogy nekünk ezt tudja egy kicsit jobbá tenni ezt a szezont, hiszen egy mérkőzésre vagyunk attól, hogy a Final Four-ba a legjobb 4 csapat közé jussunk a Magyar Kupában, a Hep Kupában. Jövő héten, pontosabban 2 hét múlva lesz egy Cegléd elleni mérkőzésünk, ugye, ami az a mérkőzés dönt, tehát hogyha az megvan, akkor már ugye éremért játszunk a kupában. Viszont a legfontosabb a bajnokságban, legfőképpen az, hogy most stabilizáljuk a helyünket az új légiós érkezésével, majd próbáljuk esetlegesen megcélozni a playoffot vagy a legjobb 10-et. A nyíregyháziak január 5-én hazai pályán a Budafok ellen kezdik az alapszakasz második körét.